Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Hát így kell egy vereséget győzelemként eladni, győzelemként értékelni. Emlékezetünk szerint önök, tisztelt miniszter úr, tisztelt államtitkár úr, kézzel lábbal tiltakoztak ennek az adónak a bevezetés ellen, most pedig azzal a valóban nagyon erős érvel áll elő, amely már-már súrolja egy konzervatív képviselő számára az érzelmi zsarolás kategóriáját, hogy ha nem vezeti ezt be Magyarország, akkor azt az adót, amit ezen a címen a magyar államkasszába kellene befizetni az érintett cégeknek, ugye, hogyha a megelőző 4 évben legalább 2-ben 750 millió eurót elért a nettó árbevételük, akkor be fogják meg fizetni külföldi, egy másik államnak a kasszájába, jellemzően a német államkasszát fogja ezt gazdagítani. Tehát aki ez ellen szavaz, az a magyar adóbevételek növekedése, az államkassza gyarapodása, tehát a magyar érdekek ellen szavaz. De azért ettől egy kicsit árnyaltabb a kép, meg azért nem ennyire pattintott kőbalta egyszerűségű az egész történet, hiszen nagyon figyelemre méltóak a számítási szabályok, a levonható tételek, és azok a sokszor, ha komolyan vennénk az elkövetési magatartásokat, akkor bizony az adócsalás, meg egyéb bűncselekmények határát nem csak sorolna átlépő cselekedeteket, hogy hogyan szórakoznak itt kreatív módon a multik, akár bérleti szerződésekkel és egyéb jogviszonyok létesítésével, hogy hogyan optimalizálják az adót, ahogy ők szokták ugye mondani. És hát most ugye természetesen papíron be lehet bármit vezetni, de gyakorlatilag ez nem lesz számonkérhető, vagy rendkívül könnyű kibújni alóla. Tehát már a bevezetés előtt a menekülő utak széles tárházán nyitva a multik előtt, akkor ez bizony nem sokat fog érni. Mint ahogy az is egy kérdés, hogy ha esetleg lenne olyan multi, amelyiket valóban érzékenyen érint, és valóban érdemi többletbevételt hoz, de majd arra is térünk vissza, hogy mennyi többletbevételt hoz ez, mert itt a sajtóban elég széles sávon szórnak a számok. Hogyha lesz olyan múlt, amelyeket érzékenyen érint, valóban komoly adótöbletet jelentett számára, vagy adóterhelési töbletet, és gazdagítja érdemben a magyar államkasszát, akkor jellemzően, tehát ha nem tudja kijátszani, kitrükközni a múlti adóoptimalizálása, akkor jellemzően az lesz, hogy ki fogja rúgni a magyar munkavállalóknak egy jelentős részét. Azt szeretném kérdezni öntől, tisztelt államtitkár úr, hogy ezzel szembe felállítanak-e bármilyen védelmet a magyar munkavállalók érdekében, mert persze az is egy kimenekülési út a számítási szabályok, a kijátszási lehetőségek, a levonható tételek tárházán, széles tárházán felül, hogy a munkavállaló létszám ezzel együtt a munkabér teher csökkentésével fog erre reagálni a multi, vagy esetleg szedi a sátorfáját és megy tovább. Ebben az esetben ugye előfordul ez gyakran akkor is, amikor elvileg még kötelezettségei lennének a multinak, az adott multicégnek Magyarország felé. Igénybe vett támogatások, az kapcsolódnak, akkor majd leverik-e rajtuk, érvényesítik a jogkövetkezményeket, vagy a multik anyaországbeli jelentős érdekérvényesítő képességétől tartva futni hagyják őket. És mindezt mennyiért teszik? Ugye 90 és 100 milliárd forinttól 213 milliárdig szólnak azok a számok. Tehát azért e között érzünk jelentős különbségeket. A 90 és a 213 között van jelentős különbség. Egyébként mire akarják fordítani? Tehát például az emiatt elbocsátott dolgozók támogatására, jelentsen ez bármilyen támogatási formát, vagy milyen hasznos társadalmi célra kívánják fordítani ezt az esetleges többletet. Vagy csak simán majd ezt is elnyeli az államadóság törlesztés fedőnevű feneketlen kút. Hát ebben a feneketlen kútban fog eltűnni. És egyébként ami miatt különösen, mi aztán végképp nem aggódunk a multikért, de ami miatt számunkra ez elfogadhatatlan, hogy a közösségi média kimaradt ebből. Tehát úgy néz ki, hogy az olyan óriások, mint a Facebook, a Google, vagy ehhez hasonlók, megint megúszták. Végképp nekik trükközni se kell, meg létszámot leépíteni, vagy különböző egyéb könyvelési trükkökhöz folyamodni. Ők akkor horrorisztikus bevételekre szertesznek, gyakorlatilag a közös teherviselésből a legcsekélyebb mértékben sem veszik ki a részüket. Úgy látszik, hogy az ő érdekérvényesítő képességük még sok autóipari multihoz képest is sokkal erősebb.
És ez persze nem hangzott el itt a miniszteri expozéban. Örülnénk, ha tévednék, hogy államtitkár úr azt mondja, hogy mi rosszul értelmezünk valamit, és a közösségi média szereplői is adóalanyokká válnak, akkor annak én nagyon fogok örülni. Tehát ezek között van olyan tisztelt államtitkár úr, amelyik globális szinten egy év alatt jóval többet termel, mint a teljes magyar költségvetés. A teljes magyar költségvetésnek a többszörösét termelik meg. Ezek általában nem adóznak, úgy látszik, hogy akkor Magyarországon sem fognak továbbra sem. De azért miközben gyakorlatilag társadalomformáló szerepük van, nem elhanyagolható mértékben ifjúságformáló szerepük, és igencsak jelentősen beavatkoznak a magyar politikába, a magyar belpolitikába is, különösen választási kampányok idején. A Facebook teljesen törvénytelenül, teljesen jogtalanul tiltotta le például a Mi Hazánk mozgalom alapító elnökét, hogy törölte 212 ezer követővel rendelkező oldalát, Torockai Lászlóról beszélek. Ezzel igen jelentősen beavatkozott a 2019-es EP választásokba, és igen komoly hátrányt jelent ez a Mi Hazánk számára a mai napig. Ha mondjuk ez egy baloldali párttal történt volna, vagy mondjuk esetleg Orbán Viktor oldalát törölték volna, akkor nyilván más fordulatszámon pörögne az önök különböző eljárási formája, más fordulatszámon intézkednének, és talán elgondolkodnának azon, hogy valamilyen eszközökkel ezt az égbe kiáltó igazságtalanságot helyrehoznák. Ezt csak arra felmondtam példaként, a politikai közösségemet közvetlenül hátrányosan érintő, durván sértő és újtó példaként, hogy milyen önkényes diktatórikus módszerekkel avatkoznak bele, gyakorlatilag államot játszanak az államban. És gyakorlatilag kényük, kedvük szerint törölhetnek, korlátozhatnak algoritmusokkal, meg Isten tudja milyen egyéb módszerekkel, bármilyen olyan párthoz tartozó politikust, amelyik, vagy aki, nekik nem tetszik. Azért még sincs ez így rendjén, és szerintem ez megint csak nem erősíti azt a keresztény konzervatív képet, amelyet önök hirdetnek magukról, úgyhogy itt amellett, hogy elvi esélye sincs annak, hogy legalább egy csekély mértékben sikerülne őket bevonni a közterviselésbe, azért a sokszorosan felháborító tisztelt államtitkár úr. Legfőképpen hát arra várnék egy egyenes választ, hogy akár egyébként egy intervallumot megjelölve, hogy mégis mennyi pluszbevételre számítanak ebből, és hogyan, milyen módon kívánják megakadályozni, hogy kiátsszák az adófizetési kötelezettséget ezek a cégek. Várom mellébeszélésektől mentes érdemi válaszát. Köszönöm szépen!